Szóval itt állok a Hamzsabégi sétányon, ezen a fasoron. Ez két okból is híres ez a hely. Egyrészt a hamzsabégi útiak akadályozták meg azt, hogy a Lágymenyosi híd közúti forgalma egyenes irányba elérje az M1-M7-es bekötő szakaszát, illetve most napirenden van az a kérdés, hogy hogyan és merre menjen a vasúti teherforgalom, és az a kormányzat, a BFK, a NIF terve, hogy itt bővülő kapacitáson fog elhaladni a zömében kínai iparcikkekből, áruféleségekből álló teher Nyugat-Európába, de egy tranzitútvonalról beszélünk. 70 éve itt lakom. Részt vettem, így szóba került ez a másik dolog, hogy ide építették ezt a vasutat. Utat szerették volna építeni 1986-ban. Most se a lakosság fogja megakadályozni, hanem csak a lakosság ráirányítja a figyelmet, hogy keressenek más lehetőséget, más alternatívát, mert van, biztos, hogy van, csak egyszerűbb és kényelmesebb eldönteni térkép mellett, hogy ez a legegyszerűbb, leggyorsabb. Pénz is van most rá bőven, szabad így mondani, és csinálnak egy gigaberuházást, egyeseknek jól is jön ez. Jelenleg a Mandarinkert lakóparkban lakom, ami közvetlen 50 méterre van a vasúti töltéstől. Ne felejtsük el, a sétány, illetve a töltés két oldalán 6000 lakó él, és az Újbuda közvetlen érintett lakossága minimum 15 000 fő. Erről beszélünk, az ő életterüknek a rombolásáról, vagy megtartásáról. A déli körvasút beruházás jelenlegi formája, a tervek és az erre a szakaszra vonatkozó rész veszélyezteti a hamzsabégi sétánynak több mint 1000 fáját. Nagy a veszélye annak, hogy egy már rég elavult koncepciót, tehát hogy itt megy a vasúti teherforgalom és a személyforgalom is, és most a teherforgalomra gondolok, mint elavultra, hogy ezt az elavult koncepciót átmeneti jelleggel, de mégis a következő 100 évre bebetonozzák ide. Az, ahol én állok, a hamzsabégi úton létesítendő teherforgalmú vasútbővítésnek a felvonulási területének a széle. Ez a fa, ez már menni fog, az a fa, az még marad, és minden, ami itt látható a töltésen, az nyilvánvalóan menni fog. A vasútfejlesztésnek egészen a mélyéig belementünk, és vasúti szakembereket kerestünk meg, hogy hogy lehet megépíteni tulajdonképpen ezt a harmadik vagy negyedik vágányt, amit mindenképpen meg szeretnének építeni itt a töltésnél, úgy, hogy ne legyen tönkretéve felvonási területként a 6,5 méteres parknak a területe. Ezt ők több oldalról megvizsgálták és megvilágították, meg lehetne oldani az építést, természetesen drágábban és új technológiákkal, és természetesen tudjuk, hogy erre a vasútfejlesztésre szüksége van az országnak, tehát az országos érdekeket tekintve, ezt elismerjük, hogy kell. De nem egy belterületen, hanem egy másik, a V0 által tervezett pályán, ami elkerüli úgymond a belső kerület, sűrű lakott belső kerületeket. Ezen a területen lenne a felvonulási terület, ahol az építkezéshez a gépek felvonulnának. Ez a töltés sajátos számított 6,5 méterig tartanak ki. Itt fölhúznak egy falat, és 5 éven keresztül ez a terület használhatatlan lesz. Elővárosi vasútfejlesztés az alapvetően egy zöld dolog. Az egy nagyon jó cél, hogy ha megpróbáljuk átterelni a közúti áruszállítást, vagy a személyközlekedést vasútra, ugyanis a városoknak nagyon szennyezett a levegője, és hogyha vasúton történik az áruszállítás, vagy a személyszállítás, akkor tisztább lesz értelemszerűen a város levegője. De ebben az esetben azt látjuk, hogy nem csak a személyszállítást fogják ezen a szakaszon fejleszteni, hanem a teherforgalom is növekedni fog. A kormány bejelentette, hogy megépíti a Budapest-Belgrád vasútvonalat. Ez nyilván azzal jár, hogy a Belgrád irányából érkező áru, az nem, annak a végcél nem Budapest, hanem Nyugat-Európa, és az az áru, például amit Peking külső megrendel, vagy Peking külső legyártanak, és megrendel egy német tinédzser, az itt a hamzsabégi sétányon fog elrobogni nyugat irányába. Tehát a teherforgalmi fejlesztés egy ilyen sűrűn lakott városrészben azt gondolom elfogadhatatlan. Mi is környezetbarát megoldásnak tartjuk a vasutat. De szeretném kiemelni, hogy az S-bán, aminek az ötlete mögé bújva betonozzák be a teherforgalmat is, legalábbis ez a szándékuk, hogy az S-bán az két vágányon megy, kettő,
és nem jár rajta teherforgalom. Tehát nem látunk a Szentendrei hévvonalán sem ugye tehervonatokat. A hanzsabégi útiakkal kapcsolatban gyakori kifogás az, hogy miattuk kell kanyarogni a Lágymási híd végén, azért kell egy 90 fokot fordulni a Szerémire, és úgy elérni az Egérutat, igazából itt rövidebb úton mehetett volna a közúti forgalom. Nem fekete-fehér a történet, de hogyha őket én jól értettem, akkor azért arról volt itt szó, hogy egy évek, évtizedek, vagy akár már 100 év óta lakott területen ne engedjék át a közúti forgalmat kétszer-két sávon, és egy olyan irányba vezették a Szerémi útra, ami akkor még iparterület volt, nem zavart senkit, és azóta volt lehetőség ott úgy beépíteni lakóvezettel a két szélét a Szerémi útnak, hogy tekintettel voltak arra, hogy az ott élőknek ezzel együtt kell élnie, tehát messzebb az úttól, magasabb házakban volt lehetőség építkezni. Nem akarjuk akadályozni, és nem vagyunk ellene, hogy ezt a bizonyos közlekedési problémát, hogy az agglomerációból gyorsabban juthassanak el az emberek munkahelyekre és a többi ilyenek, ez megvalósuljon. A mi problémánk elsősorban a teherforgalom. A teherforgalom az, amelyik nagyobb zajt problémát okoz, éppen most megy el egy vonat, és csendes volt. Tehát minden egyes olyan vonat, amelyik személyszállítás egyre csendesebb. Nem sokára megcsinálják, megoldják azt is, hogy emeletes vonatok fognak járni. Viszont, mint alternatíva, nem foglalkoznak azzal, hogy most is összesen két kocsi ment el. Hát ha több embert akarnak beszállítani, akkor 4 kocsi menjen. Korábbi tervekben szerepelt egy kétszer-kétsavas főút, ami a Lágymányosi híd forgalmát kötötte volna össze az M1-M7 bevezetővel. Ez ügyben sikerült viszont eredményt elérni. Az első lépéseket még évtizedekkel ezelőtt a civilek érték el. Példamutató helyi szerveződéssel és tiltakozással sikerült megakadályozniuk. Azonban a hivatalos építészeti tervekben a mai napig ez egy közlekedési terület volt. Kétszer-kétsávos főút építésére volt kijelölve, konkrétan a park területe, a sétány nyomvonala. Ez ügyben 2019. decemberében az Újbudai képviselőtestületbe benyújtottam egy határozati javaslatot, amit a testület egyhangulag minden képviselő szavazatával fogadott el. Ez a határozat fölkérte a választókerület országgyűlési képviselőjét, hogy az országgyűlésben kezdeményezzen törvénymódosítást az ügyben, hogy a településrendezési eszközökből törlésre kerüljön ez a kétszer-kétsávos nyomvonal. Ez ügyben sikert értünk el. A helyi civilek nyomására, illetve az elfogadott határozat eredményeképpen Simicskó István, a választókerület képviselője, kijárta a miniszterelnökségnél, hogy a kormány ezt terjeszte be, ezt a módosítót. Ez megtörtént, és az országgyűlés 164 igen szavazattal elfogadta. Az LMP frakció és a Jobbik frakció tagja is, valamint a Függetlenek is támogatták ezt a javaslatot. Úgyhogy most már hivatalosan is kimondhatjuk, hogy ez a terület nem közlekedési terület. Innentől kezdve a fővárosi önkormányzatnak és a kerületi önkormányzatnak van teendője az ügyben. Hivatalosan is a helyi építési besorolásba át kell minősíteni zöld területté.